Miután a rendőrség autóparkját az elmúlt években meghatározó leasing konstrukciókban igénybe vett Ford Focusok visszakerültek a finanszírozóhoz, a rendőrség nemrégiben 1250 darab új Astra Classic 3-ast vásárolt, egy példány került a Dunakeszi autópálya alosztályhoz is. Szabó Pál urat, az alosztály vezetőjét kérdezzük arról, hogy miként szolgál ez az új Astra, illetve milyen új funkciókat tud a Focusokhoz képest. Hát az Opalok is a Fordokhoz hasonlóan fehér színbe készültek, és utólagosan rendőrségi matricával lettek ellátva. A gépkocsi föl van szerelve egy fixen telepített megkülönböztető jelzéssel. Egyik oldala kék, a másik oldala piros színű. A Fordhoz képest extra funkciókkal is ellátták. Mindkét oldalába került egy-egy halogén megvilágító. Alapvetően a külső része ledes, a belső részében pedig halogén égők vannak elhelyezve. Beszerelésre került egy első fényvető. A gépkocsi hátulról, illetve oldalról is felmatricázásra került. Ez ugyanúgy, mint az elején, fényvisszaverő hatású, és ezáltal növeli a láthatóságot, illetve a biztonságot. Ezt a kocsit itt az alosztályunkon főleg baleset helyszíneléshez, illetve sebesség ellenőrzéshez vagy kivezetéshez, illetve delegáció biztosításhoz tervezzük használni. Úgy gondolom, hogy rendelkezik azokkal a szükséges paraméterekkel, amik ezt lehetővé teszik. Egyelőre ígéretesnek tűnik az Astra. A rendőröknek tehát bejön az Opel, én ennek ellenére nem is a hátsó sor helykínálata miatt, de nem szeretnék benne utazni.